Korábban már volt egy 3D nyomtatott tripodom, de az nem teljesen a saját kreálmányom volt, és nekem egy kicsit túl nagy is volt, úgyhogy gondoltam, hogy csinálok egy még kisebbet. Az is azért készült, mert nem találtam piacon elérhető áron olyan asztali tripodot, ami elbírna egy DSLR kamerát. Van, amire rá volt írva, hogy elvileg elbírja a súlyt, gyakorlatilag meg nagyon ingatag volt. Úgyhogy ez lett a megoldás, itt van összerakva szépen. Ami fekete alkatrész, az gumiból van, az a súrlódásért felel nagy rész, meg ugye esztétikai is. Ez a híres neves amerikai szabványos csavar, a kameracsavar. Ezt csak külföldről tudtam beszerezni értelmes áron nagy tételben. Ezzel a csavarral, pedig azzal a zölddel húzod rá a kamerát. És gondolod, hogy nem bírja el a kamerát, de nem lesz igazad, mert elbírja a kamerát. Mindjárt össze is rakom. És igazság pillanata. Megfeszítem, kicsit feljebb állítom. És... ja, így néz ki. Simán elbírja. Így látod alulról. Ilyen kis esztétikus. Pofozgatom. Pofozgatom. Nem borul fel. Nem borul fel. És itt a cucc. Ha pedig szét akarod szedni, akkor csak ott megtekergeted az alját, benne marad a csavar, mint egy rendes csavar, és még egy másik, egy ilyennel vettem fel. Összehajtva pedig ennyi, egyik lábát be, másik lábát, harmadikat, ez önzáró csavarokkal van összerakva, hogy ne rázódjon ki, és fejét is be tudod hajtani síkba, és elfér a markodban. Tervezek neki csinálni majd valami kis bugyit, dobozt, de ott még nem tartok. Úgyhogy ez az én kis tripodom. 3D modellt hamarosan fel fogom tenni, de lehet, hogy termékként is elérhető lesz. Lesz gumis verziója, és gumi nélküli verziója is.